gyógyszert osztanak, és lifttel utaznak. De ágyhoz kötött betegeket is képesek kiszolgálni. Ők az idősgondozás új robotjai. Legtöbbször még csak szállítanak valamit, vagy más hasonló parancsot követnek. De ezek a fiatal kutatók már a továbbfejlesztésükön dolgoznak. Bajorországban vagyunk a Müncheni Robotikai Intézetben. Az ő beteggondozó robotjukat Garminak hívják. Garmin, adj egy ökölpacsit! Ez a mozdulat könnyűnek tűnik, pedig nem az. Garmit órákig kell edzeni és programozni ahhoz, hogy képes legyen megtanulni az ehhez hasonló egyszerű mozdulatokat. Gunther, how is your feeling? Good. Mert Garminak sok funkcióval kell rendelkeznie. Egyik alkalmazási területük az egészségügyi ellátás lenne. Egy ilyen robottal a távolból is képesek leszünk autonóm módon ultrahangos vizsgálatokat végezni. És ez csak egy példa a sok közül. A másik fontos feladata a hétköznapi teendők ellátása lenne. Például italt tölteni, vagy gyógyszert adni az időseknek. Íme az első eredmények. Garmin, hozz nekem egy pohár vizet. A robotnak ehhez azt kell megtanulnia, hogy úgy mozgassa a karját és a kezét, mint egy ember. Köszönöm. Egyik kézből a másikba, a távolságokat bemérve. Garminak ehhez meg kell tanulnia látni és érezni, amikor megérintik. Jó látni téged. De jól nézel ki ma. Te is. Ő itt Pepper, egy japán modell. Őt már használják az idős gondozásban. Képes egyszerű dolgokat megérteni, és tud szórakoztatni is. Ő pedig Riba 2, aki az idősek megemelésében és mozgatásában segít a betegápolóknak. Every day is full of surprises. De vannak már olyan háztartási robotok is, amelyeket riasztó funkcióval szereltek fel, arra az esetre, ha baleset történne. A Bajorországi Robotikai Intézet is beszállt a versenybe. Az ő idős gondozó robotjuk Garmi képes lesz orvosi vizsgálatok elvégzésére is, amely egy avatár, vagyis a robotkar másának segítségével történik. Garmi így tud majd például ultrahangot csinálni. Ez sokban megkönnyíteni a gondozásra szorulók rendszeres vizsgálatait, mondja a projekt egyik munkatársa, aki egyben orvos is. Ez mobilitási kérdés. Ha van egy idős betegem, aki nyugdíjas otthonban lakik, akkor, ha beteg, el kell vinnem a klinikára vagy a rendelőmbe. A robottal megspórolnám ezt az utat, tehát gyorsítana az egész folyamaton. A kutatás sikeresnek bizonyult. Az avatar robotkart már használják az egyik müncheni egyetemi kórházban. A fejlesztők azt remélik, 10 éven belül Garmin is elterjedt segítőtárs lesz. De addig azért van még mit tanulnia.